Marton Jázminnal beszélgetünk, elkezdődött számotokra is az edzés. Gondolom nem váratlanul ért, de előtte volt egy idő családdal nyaralásra. Igen, volt, Romániában voltunk, megnéztünk ott sok nevezetességet, és nagyon jól éreztük magunkat. És most pedig itt vannak az edzések. Kemények? Igen, nagyon meleg is van, de próbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Nem sok időtök van az első bajnoki mérkőzésig, sokat kell még fejlődni? Hát próbálunk fejlődni azért mindenben, de próbáljuk abból is kihozni belőle a maximumot. Kettős terhelés lesz számotokra, a serdülő első osztályban, illetve az U14-ben is szerepeltek. Szerinted melyik bajnokságba érhettek el nagyobb sikereket? Hát én úgy gondolom, hogy az U14-ben több sikerünk lesz, mint serdülőben, de ott is remélem sokat fogunk nyerni. Magad elé milyen célt tűztél ki ebbe a szezonban? Miben kell még fejlődnöd? Hát igazából a védekezésben szeretnék még fejlődni, meg a, úgy, hogy a labdát hova lőjem, meg ilyen hasonló dolgokban. És közösségről beszéljünk egy kicsit. Milyen ez a közösség? Milyen lányokból tevődik össze? Sok a barátnő köztük? Igen, nagyon sokan barátnők vagyunk, és most is meglepők színapom alkalmával, aminek nagyon örültem.